A Magic Wall nem egy egyszerű képernyő, hanem egy óriási digitális kiállító felület, ami múzeumokban, tudományos és technológiai kiállításokon közelebb hozza a kiállított tartalmakat a látogatókhoz. A látogatók, amikor látják ezeket a szép tárgyakat mozgásban, oda tudnak menni, bármit megérintenek, meg tudják forgatni, meg tudják nézni a részleteit, a műtárgyat úgymond életre tudják kelteni. Bak István vagyok, Magyarországról származom, kínai nevem Pei Suan. 2005-ben jártam először Kínában, és az elmúlt 16 évben azóta is céget alapítottunk, és itt dolgozom, Shanghaiban. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Shanghai Tudományos és Technológiai Múzeummal közösen kifejlesztettük az akadémikusok falát, ami egyben fizikailag a világ legnagyobb érintőképernyője, közel 30 méter hosszú, és akár 100 ember tudja egy időben közösen használni. A falon megtekinthető és kereshető Kína összes akadémikusának információja. Különböző interaktív és játékos funkció segítségével megismerhetők az egyes akadémikusok találmányai, élettörténetük, illetve meg lehet nézni a tudósok eredeti kéziratait és jegyzeteit is, meghallgatni élő beszédfelvételeiket. Körülbelül 2012 táján nagy léptekkel haladt Kínában egy múzeumi digitalizáció, ahol ugye az egyes műtárgyakat lefényképezték, adatbázisba bevitték, háromdimenziós modelleket alkottak a tárgyakról, és mi is valójában ezt a hullámot lovagoltuk meg, rendkívül gazdag digitális anyagot egy újfajta módon mutattuk be a látogatók számára. A Magic Wall tulajdonképpen ennek az irányelvnek a megvalósítására született. Akikkel találkoztunk, kínaiak mind nyitottak voltak a külföldi termékek iránt, a külföldi technológia iránt. A Magic Wall Kínában óriási népszerűségre tett szert. Onnantól kezdve, hogy néhány nagyobb múzeum, Science Center elkezdte használni, egy-két év alatt az óriási országnak szinte minden tartományában sikerült sikeres projektet lefolytatnunk. 2017-ben egy rendkívül sikeres együttműködési projektet tudtunk megvalósítani. A Magyar Nemzeti Múzeumnak Sziszi és Magyarország című kiállítását meghívtuk Kínába. Óriási látogató tömegeket vonzott a kiállítás, több mint 2,7 millió ember látogatta meg a kiállítást ez alatt a közel két éves időszak alatt, amit itt Kínában turnézott. Kínában a mai napig tulajdonképpen az összes nagy múzeummal van sikeres együttműködésünk. Országszerte körülbelül 400 projekt, sikeres projektünk van. Természetesen Kínában óriási verseny folyik minden piacon, így a mi szakmánkban is nagyon sok cég, nagyon sok ötlet, nagyon sok innováció történik folyamatosan. Ezért ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk, folyamatosan fejlesztenünk kell a technológiánkat, megújítani mind a design oldalon, mind a technológiai, informatikai oldalon. Egy folyamatos fejlesztés és folyamatos innovációra van szükség. Én, amikor először jártam Shanghaiba, rögtön beleszerettem, és a máig eltelt röpke 16 év alatt nem csak szemlélője, de résztvevője lehettem kínai feleségemmel együtt az ország szédületesen gyors kulturális fejlesztésének.
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a központi államigazgatás folyamatosan újabb és újabb pozitív irányelveket hoz nyilvánosságra, annak érdekében, hogy fejleszik a kulturális múzeumi világot, egyre újabb elvárások és újabb projektek születnek, és ezekben mi is részt tudunk venni. A 14. 5 éves tervnek ez az új irányvonala, ami erősíti a kultúrának a digitalizációját, ez számunkra nagyon fontos, és tulajdonképpen nagyon nagy segítség is, hiszen azt jelenti, hogy az állam még nagyobb támogatást nyújt az új technológiáknak a kulturális iparágban történő felhasználására. Az elmúlt években is már nagyon sok fejlesztés történt, azt várjuk, hogy a következő 5 évben ez még tovább folytatódik. A fejlődés nem lassul, hanem akár még gyorsabban folytatódik mostantól.